Jó reggelt kívánok, már is kezdünk. A parlamenti pártok támogatását kérte Orbán Viktor a nemzeti külpolitikai célok eléréséhez a parlamentben a szombat délelőtti öt párti találkozón. Ezek közül a legfontosabbak szerinte az orosz-magyar együttműködés, Ukrajna támogatása és az amerikai-magyar szövetségesi viszony fejlesztése. A Tények riportja után Tóbiás József MSZP elnököt kérdezzük erről, valamint a vasárnapi zárvatartás kapcsán tartott közvéleménykutatásukról is. Petro Poroshenko ukrán elnök köszöni meg Orbán Viktor miniszterelnöknek Magyarország támogatását. Pénteken találkoztak Kijevben. Itt pedig már a magyar parlamenti pártok frakcióvezetői érkeznek a szombat délelőtti találkozóra, amelyet Orbán Viktor hívott össze. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Magyarország körül kialakult geopolitikai helyzet, a rendkívül komoly kihívások indokolták, hogy a miniszterelnök tájékoztassa a frakciók vezetőit a Magyarországot érintő fontos kérdésekről. A miniszterelnök a pártok támogatását kérte a nemzeti külpolitikai célok eléréséhez, mondta Szijjártó Péter. A parlamenti pártok támogatását kértük ahhoz, hogy Magyarország tovább tudja fejleszteni a pragmatikus együttműködését Oroszországgal, annak érdekében, hogy a magyar nemzeti érdek szempontjából oly fontos gazdasági megállapodásokat meg tudjuk kötni. A parlamenti pártok támogatását kértük abban is, hogy Ukrajna számára további támogatást tudjunk adni a politikai és gazdasági strukturális reformok végrehajtásában. Tóbiás József, az MSZP elnök frakcióvezetője a találkozót követően nem nyilatkozott. Annyit közölt, hogy először a hétfői frakcióülésen tájékoztatja pártját, és utána hozzák nyilvánosságra álláspontjukat. Szél Bernadett, az LMP frakcióvezető helyettese azt mondta, kár, hogy eddig nem voltak hasonló egyeztetések az országot érintő nemzetközi ügyekben. Részleteket ő sem árult el arról, hogy milyen információkat osztott meg velük a kormányfő. Az öt párti találkozón a magyar-amerikai szövetségesi viszony fejlesztéséhez is kérték a frakcióvezetők támogatását, mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. Üdvözlöm a stúdióban Tóbiás Józsefet, az MSZP elnökét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, hétfő van, most már akkor több mindent el lehet árulni arról, hogy hogyan zajlott ez az öt párti, csak a frakcióülés után. Nem, nézze, a maga a tárgyalás ténye az természetszerűleg, és az is, hogy miért alakult úgy, hogy egyáltalán az ellenzéki pártokkal az elmúlt öt év után leült a miniszterelnök, elfogyott a kétharmad. Tehát szüksége van most az ellenzéki pártok valamelyikének a támogatására ahhoz, hogy olyan parlamenti döntéseket tudjon megalkotni, amelyekhez kétharmad szükséges. Azt mondja, hogy tulajdonképpen akkor ez csak egy ilyen látszatgesztus volt? Meggyőződésem, hogy nem lát, kényszer. A miniszterelnök úrnak nincs kétharmada. Tehát ezért értékelődik fel Veszprém, ezért fontos Tapolca. Erről beszéltünk az elmúlt hónapokban, hogy a kétharmad lebontásának pont az a lényege, hogy innen, ettől kezdve önállóan, úgymond saját maga nem tud dönteni, sem a kormány többség, sem pedig a miniszterelnök. Ez a három téma volt napirenden, mint amiről itt a tényekben is beszámoltunk, mármint hogy az orosz-magyar együttműködés, Ukrajna támogatása és az amerikai-magyar szövetségesi viszony. Hát valamint még azért a helyzetről, hogy a tűzszünet, az a megállapodás, a Minszki megállapodás, az valamennyire befolyásolja a következő hetek, hónapok eseményét, betartják-e a megállapodásokat, az érintett felek, ezekről volt szó. Akár kényszer, akár valódi gesztus. Nézzük akkor lépésről lépés, vagy pontról pontra. Mi az, amivel egyet tudtak érteni maradéktalanul, mármint ami a miniszterelnök úrnak a felvetése volt külpolitikai szempontból? Magyar Szocialista Párt számára mindig is fontos, hogy a béke oldalán álljon. Tehát ha megállapodás létrejött, egy tűzszüneti megállapodás, akkor az az érdekünk, és az lenne a jó mindannyiunk számára, az ott élők számára, és a határon túlélő magyarok számára, és meg Magyarország számára is, hogyha nem lenne háború. A mai hírek reggel azt mutatják, hogy nem teljes egészében, de mondjuk úgy, hogy 80%-ában tudják tartani a megállapodást. Ez abban a szempontból fontos, hogyha egy mellettünk lévő országban háború dúl, akkor az érinteni fogja Magyarországot, és mind gazdasági, mind pedig úgymond külpolitikai szempontból is. Ezekről a kérdésekről beszéltünk, úgyhogy ebben van egyetértés, azt hiszem, hogy a magyarországi pártok között. Nézzük akkor a magyar-amerikai viszonyt. Itt elsősorban gazdasági kérdések vagy diplomáciai kérdések voltak napirenden? Katonai kérdések. Hogy érti? Van egy olyan szándék, amely még nem több, mint szándék, nevezetesen egy kurdisztáni kontingensnek a szerepvállalásáról, amelyben Magyarország is részt venne, ebben több ország együttműködése révén jönne létre. Például ez egy olyan kérdés, amelyben kétharmados parlamenti döntésre van szükség.
az orosz-magyar viszony tekintve voltak-e például önöknek kérdései Putyin látogatásával kapcsolatban? Természetesen. Elmondaná egy-kettőt? Igen. A hosszú távú szerződésről volt szó és a Paksról, amit én föltettem kérdésként. Világosan látszik, hogy geopolitikailag vagy külpolitikailag egy nagyon sajátos időszakot választott a miniszterelnök a találkozó időpontjául. Nem biztos, hogy ez a legszerencsésebb, de hogyha Magyarország energiaellátásáról van szó, akkor pedig az a fontos állítás, hogy kell-e ma 2015. februárjában bármilyen hosszú távú megállapodást kötni erre, az volt a válasz, hogy nem kötnek hosszú távú megállapodást, ami pedig a most szakmai kérdéseken nem nagyon mélyednék el, de van egy pénzügyi része ennek a szerződésnek, arra pedig az az egyértelmű kérdés, hogy amikor az E.ON tározók eladásával, vagy vásárlásánál a magyar állam vásárolta föl az E.ON gáztározókat, akkor már azt mondták, hogy ezzel ezt a típusú költséget is rendezte akkor a kormány, tehát az a kérdés, hogy akkor nem mondtak igazat, vagy most nem mondanak igazat. Álláspontjuk további részét akkor ugye a frakciaülés után fogjuk tudni, még a mai napi sajtóból megtudni. Menjünk tovább a vasárnapi zárvatartással kapcsolatban. Önök ugye tegnap 164 választókerületben kérdezték meg az embereket arról, hogy mi a véleményük a vasárnapi zárvatartásról. Mi lett ennek a felmérésnek az eredménye? A felmérésnek az az eredménye, amivel ma szembesíteni kívánom a miniszterelnököt, hogy az emberek döntő többsége. Azt tudom mondani, hogy ha ma lehetne érvényes népszavazást tartani, akkor a tegnapi nap összegyűjtöttük volna az összes létező aláírást ahhoz, hogy ki kelljen írni a népszavazást Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy több mint 200 ezer emberről beszélünk. De valójában a kérdés az nem az, mert az emberek a szokásaik, egyszerűen a véleményük alapján megkérdezve őket elmondják, hogy ők erről hogyan gondolkodnak. Az a kérdés, amit a médiában teszünk, hogy ha a gazdaság sikerességét várja a kormány ettől a döntéstől, akkor azt hogyan lehet értelmezni, hogy a mai hírek arról szólnak, hogy akár 10 000 embert bocsát el egy áruházlánc a döntés értelmében. Hogyha mi meg akarjuk védeni a munkahelyeket, ha mi azt szeretnénk, hogy az emberek tényleg meg tudjanak élni a bérükből, amelyre ma mindenki tudja, hogy ez nagyon nehéz, akkor hogyan lehet elvenni a megélhetéshez szükséges feltételt, nevezetesen a munkát? Nagyon sokat beszélgettünk mi is a vasárnapi zárvatartásról, és vannak olyan független elemzők, akik azt mondják, hogy átmenetileg, amíg a fogyasztási szokások meg nem változnak, 8 000 ember veszítheti el az állását. Ezek közül mindössze pár száz az, aki majd tartósan munkanélküli marad, mert lesz egy átrendeződés a gazdaságban, de ehhez kell egy nagyjából fél éves átmeneti időszak, amely a fogyasztási szokásaink megváltoztatásával jár. Franciaországban éppen most lazítják, Németország az eddig ebben a törvényi, vagy ebben a megoldásban volt, nevezetesen zárva voltak, ők most nyitnak, az osztrákok is most nyitnak. Tehát szeretném mondani, hogy gazdaságilag káros. És van egy másik alapvető kérdés, az pedig ami a választás szabadsága. Tehát, hogyha beleavatkozik egy kormány ilyen direkt módon, hogy hol és mennyi idő alatt kereshetem meg, amiből megélek, és hogy mire költöm a szabad időmet, az olyan, mint az internetadó kérdése, hogy beleavatkozik, meg akarja mondani, hogy hogyan lehet, hogyan gondolja, hogy hogyan éljenek az emberek. Ugyanakkor ők azt mondják, hogy itt a szabadidőipart, a belföldi turizmust és a vendéglátásnak, mármint ezeknek az ágazatoknak a fellendülését várják. Ez olyan szép mondatok, hogy egyik se igaz. Tehát egyszerűen meg kell nézni a valóságot. Egy ember 6 napig dolgozik. Maga a miniszterelnök, amit a 6 nap munkából meg lehet élni, mondjuk én ezt nem, már mint heti 6 nap munkából. Ez önmagában nincs így. Ma 10 000-ek azok, akiknek az egy havi bérének a 20-25%-át ezeken a vasárnapokon keresik meg. A méltóság menete, az éhség menete az elmúlt héten pontosan arról szólt, hogy akkor garantálja a kormány, hogy akkor 100% pluszt kapnak azok az emberek, akik dolgoznak. Ez egyébként be van ígérve, tehát, hogy áprilisra az eddig 50% helyett 100%-os vasárnapi pótlék járna azoknak, akik vasárnap is dolgoznak. Hát én ennek nagyon örülök, hogyha ez lenne. Ez ugye ez teljesen jogos követelése mindazoknak, akik a valóságról beszélnek. De én megnéztem tegnap azokat a rendeleteket is, amelyek ugye úgymond szabályozni kívánják, hogy mely üzletek maradhatnak nyitva és melyek zárva. Megmondom őszintén, nincs már, aki eligazodjon ebben a kérdésben. Sokkal egyszerűbb, ha van egy jövendőbeni internet világáról egy konzultáció, amit még persze nem láttunk, hogy hogyan és hol zajlik, akkor tegye lehetővé a kormány,
egy népszavazási törvény módosításával, hogy lehessen az embereknek döntenie arról, hogy akarják ezt vagy sem. Ugye azt mondta, hogy ma a miniszterelnököt szembesíteni fogja ezzel a felméréssel, illetve ezekkel az eredményekkel a parlamentben. Igen. Ön szerint tegye szívére a kezét. Bármiféle hatással lesz ez a vasárnapi zárvatartásnak az eddigi részleteire? Minden olyan eszközt, amely az ellenzék eszköztárában szerepel, azt ki fogunk használni. Nem azt gondolom, hogy a miniszterelnök úr ellágyul és szembenéz azzal, hogy az emberek mit gondolnak, és azt szerint kellene eljárni. De van egy pont, és ez megmutatkozott tavaly év decemberében. Ha kellő erővel lépünk föl, ha Veszprémben sikerül a választás, ha Tapolcán megismétlődik ez a siker, attól a pillanattól kezdve a miniszterelnök úrnak nem csak politikai többsége nem lesz, hanem az a társadalmi többsége sem lesz, amely mentén már nem hivatkozhat arra, hogy a többség azt gondolja, hogy jó a zárvatartás. Senkit nem kérdeztek meg. Ez egy belső politikai alkujuk. És utána utólag belemagyarázzuk, hogy ez gazdaságilag, kulturálisan. Hát kérdezzük meg az embereket. Az ő életükről van szó. Ők fogják használni ezt a törvényt. Vagy élnek-e szerint, vagy sem. Napokon belül ki fognak derülni, mármint választások eredményei alapján. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm.